Benne Judit és Marcin Vanda éneke tette emlékezetessé Karácsony Krisztina Angyalbőrben című tárlatának megnyitóját a Mak-Kálmán mozi galériájában. A Szent István téri kiállító terem falain ezúttal a sorkatonaság mindennapjai elevenedtek meg. Hát ugye elsősorban történeteket hallottam róla, ugye elbeszélés útján tudtam valamilyen szinten belehelyezkedni ebbe a szituációba, és ugye próbáltam olyan jeleneteket megjeleníteni a festményeimen, amelyek jellegzetesek, vagy ugye bemutatják a sorkatonaság mindennapjait. Ugye korábban elsősorban tájképeket, ipari jellegű tájképeket és városképeket festettem, és folyamatosan jelentek meg a figurák a képein, tehát először kisebb figurák, egy figura, és most értem át nemrég ezekre a csoportképekre. Ez a tárat bemutatja azt is, hogy milyen fontos szerepe van az embernek, az ember környezetének ugye az alkotásaira, tehát mi az, ami hat rá, mi az, ami vizuálisan akár megfog és elgondolkodtatja. A megnyitó Enritok Nóra az Igazgyöngy Művészeti Iskola vezetője volt, aki azért is nevezte történelmi pillanatnak ezt a momentumot, hiszen egykori tanítványa és az iskola jelenlegi tanárának festményei láthatóak a galériában. Én is az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola diákja voltam, hát ugye már most több mint 12 éve Enritok Nóra is tanítok többek között, és ugye utána kezdtem el ezzel foglalkozni, de főleg a főiskolai évek során, ott festészet szakirányon tanultam képjábrázolás szakon, és ugye utána végeztem el a tanári mesterképzést rajztörténelem szakon, és így jött végül is ez a dolog nálam. Elsősorban grafikát és festészetet tanítok a gyerekeknek, de ezen belül rengeteg témával foglalkozunk. Egyrészt a pályázatokhoz kapcsolódóan, az aktuális pályázatokhoz kapcsolódóan, és ugye a fejlődésüket, vagy ugye a fő fejlődési területeket figyelembe véve alakítjuk a tananyagot.